Örömmel tölt el, hogy 2024-ben is jut fa minden vármegyébe. Mondta dr. Nagy István agrárminiszter újróna fönn kedden az idei település felsítási program első tavaszi faültetésén. A tízezres lélekszám alatti települések számára meghirdetett program révén idén 13 fafajtából összesen tízezer sorfát ültetnek el. Büszkén számoltok be arról, hogy megfordítottuk a negatív erdőtelepítési trendet, és az országfásítási program 2019-es meghirdetése óta 43.700 hektár új erdő telepítésére nyertek pályázati forrást a magyar gazdák. Tót Mária újróna főpolgármestere felidézte, hogy az országfásítási programnak köszönhetően 2021-ben 30 darab nyírfát ültethettek el a településen. Idén a község az amerikai hát választotta. A fafajta remélhetőleg az utca éke és névadója lehet majd. Bízom benne, hogy a továbbiakban is folytatódik a lakóközösség gyarapodása, és a későbbiekben ennek a nemes programnak köszönhetően az utca a hársfa utca nevet fogja kapni. Győrmoson-Sopron-Vermegyében a program négy üteme alatt összesen 3975 sorfát ültettek el. A program idén is nagyon népszerűnek bizonyult egyetlen nap alatt 543 települése további több ezer sorfa talált gazdára az idén negyedik alkalommal meghirdetett programban. A program közösségépítő hatását mi sem mutatja jobban, mint az, hogy újróna fő apraja nagyja együtt vágott bele a 30 darab amerikai hásfa elültetésébe.